Az I.S. Gyula könyvtár mostani épülete már egyre kevésbé alkalmas arra, hogy ellássa azokat a közösségi feladatokat, ami a rendeltetése. A költözés már nagyon régóta napi renden van. Először 1970-ben merült fel. Az elmúlt évtizedek során nagyon sokféle terv elképzelés született, hogy hogyan kerüljünk mi egy új épületbe. Ezt 2016-ban a Modern Városok Program keretében létrejövő Tudás Központnak a terve, jelentette a megoldás számunkra, ami, ami, elkészült, most már lassan egy éve arra vár, hogy beköltözhessünk. Ez alatt az egy év alatt sok minden történt, ez alatt az egy év alatt sikerült bebutorozni az épületet, megkaptuk azokat a bútorokat, amire lehet átleköltözni. költözni, viszont az a közbeszerzés, ami a költöztetést segítő cég kiválasztását célozza, az kicsit elhúzódott. A döntés nemrég született, ami alapján a pályázók közül az első-kettő legjobbat kiválasztották. Hogy a közbeszerzési törvény ezt írja elő, hogy legyen első-második helyezett, mind a kettővel már szerződés közeli állapotban van, hogyha az egyik valamiért kiesne, akkor a másik helyére tudjon állni. A, a tényleges szerződés kötésig meg kell várnunk a, a kötelező terminusokat, Hogyha nincs semmifajta jogorvaslati ké kérelem, a, nincs vita a közbeszerzés lefolytatása kapcsán, akkor ez 10 napon belül meg kell, hogy történjen. Amint megkötik a szerződést, elindul a nem kevés kihívással járó költözési folyamat. Sok szempontból összetett, hisz a könyvtárnak az állománya az, az több mint 300 ezer tétel. Ez folyóméterben úgy kell elképzelni, mintha kb. 6 km hosszasan egymás mellé raknánk az összes dokumentumot, és akkor ezt kéne megmozgatni. Ez mondjuk tonnában több tíz tonna. Ez egy súlyos fizikai munka, másrészt viszont nagyon komoly szakmai elvárásaink vannak a költöztető céggel szemben hogy hogyha valaki ezt a több tisztonát átrántja ide, és fölrakja, de nem rendbe teszi, akkor az olyan, mint a volna a könyvtárat. Tehát nekünk nyilván az egy nagyon fontos szempont, hogy a könyvtár illenet megtartva a könyvtár valóságos értékét jelentő könyvtári szabályoknak megfelelő rendben költözünk át. Ez egyszerre nehéz, tehát egyszerre egy fizikai munka, és egyszerre egy szellemi tevékenység tetejében az meg nagyon megnehezíti ezt az egész folyamatot, hogy több helyről kell költözni. Az épületben mindent megtettek azért, hogy maximálisan kiszolgálják a jövőben a tanulókat, olvasókat, érdeklődőket. Remekül kialakított privát légkörű olvasóhelyiségekkel, tágas, világos terekkel, kreatív elrendezéssel, és még egy média lejátszó szobával is találkozhatunk, ahol egy több mint ezer darabos bakelit gyűjteményből válogathatnak majd a zenehallgatás szerelmesei.